A Balú sikerült őszi szezon után alaposan átalakult a szombathelyiek kerete. Távozott Miroslav Grumics, Emil Ling és Vít Benes, valamint kölcsönadta a klub Kovalovszki Mátét, Petró Balást és Pinte Patrikot. Kölcsönben érkezett a középpályára a Ferencvárostól Rui Pedro, valamint szabadon igazolható játékosként Holdamf Gergő és Oleg Golodjuk. A vezetőségnek sikerült leigazolni a védősorba az ex-újpesti Moldávidot és a 40-szeres szlovák válogatott Saláta Kornélt is. Mikor a szalomba fociztam, akkor néztem a Magyar Ligát, és azért néztem a Szombathelyet is, mert a volt csapattársaim is itt fociznak, a Tomi Prüskén, Kolcsák, Karcsi Mészáros, hát azért figyeltem a Szombathelyet, és azért láttam, hogy csak 9 pontjuk van, de azért, ahogy most idejöttem, hát szerintem a csapatban több pont van. A Haladás 18 őszi bajnoki mérkőzésén mindössze 13 gólt rúgott és 35-öt kapott, ez a gólarány a legrosszabb az NB1-ben. Szintén 35 találatot szedett be a szombathelyiek leendő ellenfele, a Kisvárda is. A szabolcsiak közvetlenül a vasiak előtt állnak a tabellán, így komoly kiesési rangadó vár Horváth Ferenc csapatára. Saláta Kornél minden tudására szükség lesz, hogy javuljon a védőfal minősége és hatékonysága tavasszal. Neki van múltja, amiről lehet beszélni, egy nagyon szép karrier áll mögötte. Bízom benne, hogy fog tudni segíteni, egy olyan rutinos embert akartunk oda, aki azért ebben a helyzetben nem veszíti el a fejét. Jó futballistának tartom, aki jól helyezkedik, előre is jó, és a legfontosabb az, hogy irányítja az egész védelmet, az nagyon fontos, mert ez eddig hiányzott nekünk. A tavaszi szezon első szombathelyi találkozóján szombaton 17 órakor indul útjára a labda a Haladás Sportkomplexumban.